Szeretettel köszöntöm a televízió nézőket, áldjon meg minket az Úr. Ma a Teremtés negyedik napjáról fogunk elmélkedni, amelyről így olvasunk Mózes első könyvének első fejezetében. Azután ezt mondta Isten: Legyenek világító testek az égbolton, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és meghatározó jelei legyenek az ünnepeknek, a napoknak és az esztendőknek. Legyenek ezek a világító testek az égbolton, hogy világítsanak a földre. És úgy történt. Megalkotta Isten a két nagy világító testet, a nagyobbik világító testet, hogy uralkodjék nappal, és a kisebb, kisebbik világító testet, hogy uralkodjék éjszaka, meg a csillagokat. Az égboltra helyezte őket Isten, hogy világítsanak a földre, és uralkodjanak nappal, meg éjszaka, és elválasszák a világosságot a sötétségtől. És látta Isten, hogy ez jó, így lett este, és lett reggel negyedik nap. Ez egy kicsit furcsa leírása a teremtés történetnek, hiszen arról olvastunk, hogy a harmadik napon Isten már megteremtette a növényeket. Akkor hogyan lehet az, hogy a negyedik napon teremti Isten csak a, az égi testeket, a napot, a holdat, a csillagokat? Ez is mutatja az, hogy a teremtés könyvének a leírása nem egy tudományos igényű mű hanem sokkal inkább egy teológiai munka. Hogyan lé létezhettek volna növények, hogyha nem létezett még a nap, meg a hold, meg a csillagok, létezésük az elképzelhetetlen lett volna. Itt sokkal inkább arról van szó, hogy Isten hogy benépesíti az élettereket, úgy az eget is benépesíti, és oda pedig helyezi az égitesteket, a csillagokat, a napot, a holdat, és oda helyez sok-sok mindent. Ma tudjuk természetesen az, hogy a nap és a hold meg a csillagok nem a égboltozatra vannak függesztve, hanem egy hatalmas nagy univerzumban utaznak ezek az égi testek, és mi is velük együtt utazunk itt a Föld nevű bolygón, de ez sem fontos a Biblia írója számára. Sokkal inkább az, hogy miért is teremtette Isten ezeket az égi testeket. Ma, amikor már tudományos gondolkodásba vagyunk, és megismerjük az univerzumot, láthatjuk azt, hogy a világegyetemet mintegy 100 milliárd galaxis alkotja. Hát ezt emberileg el sem tudjuk képzelni. És ennek ezek közül a 100 milliárd galaxis közül csak egyetlen egy a tejútrendszer, amelyben körülbelül 400 milliárdnyi csillag van. Hogyha ezt a két számot összeszorozzuk, a 400 milliárdot a 100 milliárddal, körülbelül megkapjuk azt, hogy hány csillag is van az ég. Igen. Ez emberi értelemmel szinte felfoghatatlan. És felfoghatatlanok azok a távolságok is, amik az univerzumban vannak, hogy hány milliárdnyi fényévnyi távolságok vannak. És hogyha elképzeljük, hogy vajon ebben a hatalmas, nagy univerzumban egyedül csak a Földön van-e élet, és csak ide teremtett Isten életet, akkor az már egy kicsit a kifi kategóriája. De azt gondolom, hogy nagyon izgalmas dolgok ezek. De érdekes, hogy a Biblia nem foglalkozik és nem visz minket ilyen távolságra, hanem sokkal inkább csak a Földdel foglalkozik. És arról beszél, hogy Isten azért alkotta meg ezt a hatalmas, nagy univerzumot és a csillagokat, a napot, a holdat, hogy az embernek jelezzék azt, hogy mikor vannak az ünnepek. Ez is egy érte, ér, érdekes gondolat, hiszen a Isten igéje számára a Tórában nagyon fontos szerepet kapnak majd az ünnepek. Az, hogy az Isten népe nem csak hogy munkára lett teremtve, hanem arra is, hogy megpihenjen, hogy dicséretet hálát adjon a teremtőjének és hogy megünnepelje a teremtést erre hív bennünket, amikor föltekintünk az égre, hogy igenis nem csak arra van okunk ebben a világban, hogy szenvedjünk, hogy munkálkodjunk, hanem hogy ünnepeljünk is. Legyen ez az üzenete, amikor föltekintünk az égre. Másrészt pedig azt látjuk, hogy az Isten, amikor az égboltra helyezte ezeket a napokat, ezeket a csillagokat, akkor ez is a föld érdekében vannak talán megalkotva. És azt kell, hogy lássuk, hogy Isten e, milyen csodálatosan gondoskodott arról, hogy e, a nap világítson, és pontosan olyan távolságban legyünk mi a naptól, hogy ne legyen nagyon nagy hőség, és hogy ne legyen nagyon hideg, hanem hogy olyan klíma alakuljon ki a Földön, amely az ember számára elviselhető. És ezért is fontos, hogy vigyázzunk erre a klímára hogy őrizzük meg földünknek a, a, a jó jólétét, és hogy legyen mi továbbadni a következő generációknak. Ma is dicsérjük Istent a teremtett világ szépségéért. Amen.